Az elmúlt hétvégén a megyei bajnokság nyitófordulójában egymás ellen játszó Bátaszék és Tolna csapata lemondhat arról, hogy a Magyar Köztársaság Kupa országos főtábláján szerepeljen az idén. A megyei selejtező második fordulójában a bátaszékiek egy végig nyílt kielezett meccsen, az utolsó 10 percben emberhátrányban játszva a tavalyi bajnok és megyei kupagyőztes Bonyháttól 1-0-ra kaptak ki. A másik ágon Tamási Tolna derbin, a rendes játékidőben 2-2-re álltak a csapatok, és az azonnal sorra kerülő büntetőrugásokban 5-4-re a Tamási győzött. Három csapat, a Bonyháda, Tamási és a Tevel várja a hétközi sorsolást nagy-nagy izgalomban. Egy közülük ugyanis a szerencse kegyeltje lehet, erőnyerőként ott lehet a főtáblán mérkőzés nélkül. A kalapban maradt két csapat pedig megmérkőzik egymással a Magyar Kupa megyei döntőjében, amíg fennmaradt egy helyért a közeli napokban.